2013 tavaszán bekerült hozzánk egy 31 éves hölgy, aki akkor már ismertem 15 hetes terhes volt. Agyvérzés miatt került felvételre az intenzív osztályra, két napig küzdöttünk az életéért, életmentő műtéten esett át, ennek ellenére két nappal később elveszítettük őt, megszűnt az agyban a vérkeringés. Egy átmeneti nyomáscsökkentő beavatkozást lehetett elvégezni nála, és az agydúzadás miatt beállt az agyhalának az állapota, ami azt jelenti, hogy az agyműködés végérvényesen is visszafordíthatatlanul megszűnt. Ekkor kellett eldöntenünk, hogy mi legyen a 15 hetes magzattal az anyamében. Ultrahangos vizsgálatok történtek, nőgyógyászati vizsgálatok. Azt mutatták, hogy a gyermek életképes, korának megfelelően fejlett. Ekkor a szülészekkel, a családdal együtt, mi intenzíves orvosok, el kellett döntsük, hogy mi legyen a további teendő, és a gyerek életének a védelme mellett döntöttünk. De itt az édesanyát nem tudtuk már megmenteni. Az egyetlen, akiért küzdeni lehetett, az a gyermek volt. Kiemeltük a gyermeket, akkor utána az édesanyja visszakerült az intenzív osztályra. Az azonban Magyarországon és a világon sem nagyon fordult még elő, hogy ilyen hosszan támogatott testű donorból vettek volna ki szerveket. Azt mondhatjuk örömmel, hogy az édesanyja még a saját gyermekén kívül még négy embernek adott életre reményt azzal, hogy a szervei olyan állapotban voltak, hogy átültethetők voltak. Köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy itt ülhetek azok között, a kollégák között, akik ezt a csodát végrehajtották. És én, amikor olyan ügyekről beszélek, ahol ami lehet akár bulvár téma is, akkor én mindig igyekszem a legnagyobb tapintattal beszélni, és azokkal a szavakkal a fejemben teszem, amit Jézus mondott a tanítványainak a hegyi beszédben, hogy amikor jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat, amikor tehát alamizsnátoztat, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták a jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Tehát itt én most nem egy egészségpolitikai kommunikációról szeretnék beszélni, hanem a két kötelességemnek teszek eleget. Eljövök és megköszönöm a kollégáknak ezt az orvosi csodát, hogy felmutassuk a polgároknak, hogy mire képes a magyar egészség. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a helytállást. Egy orvosi csoda volt ez tulajdonképpen, és ami emögött volt, az egy nagyon jó szakmai együttműködés a magyar orvos társadalomnak és a szakdolgozók társadalmának egy nagyon komoly együttműködése volt emögött. Ezek azok a hagyományok, amiket én szüleimtől is örököltem, úgyhogy köszönöm, hogy ez megvan, és itt megőrizte ez a csapat. Gratulálok az egyetemnek, hogy milyen csapatot dolgoztat, és mire képesek. Gondolom a diákok is nagyon, nagyon nagy érdeklődéssel követhették ezt az esetet, büszkék lehetnek a tanáraikra is, hogy van kitől tanulniuk. A szakmai csapat, mondhatom így, vezetőjét, Molnár tanárnőt ki is tüntettük ennek megfelelően Brattyány Stratmann László születésének évfordulóján az egészségügy ünnepén, úgyhogy amit az egészségpolitika megtehetett, azt megteszi. Nagyon fontos sok erőt és egészséget kívánni a családnak, az újszülöttnek, és azt, hogy próbálják pótolni, ami pótolhatatlan, de azt hallom, hogy akkor egy jó családi közegben nő föl, úgyhogy a barátok, a nagyobb család fokozott gonddal figyelje a sorsát a gyermeknek, bízom benne, hogy a jó kívánságaink elkísérik őket, és muszáj arról is beszélnem a végén, hogyha néhány évvel ezelőtt beszéltünk volna a transzplantáció kérdésköréről, akkor mindenki emlékszik talán, hogy még kriminális ügyek is voltak, és a szakmai viták kísérték.
arra is talán emlékszik a nyilvánosság, hogy teljes sajtónyilvánosság előtt ültünk le a transzplantációs szakmával együtt átbeszélni, hogy csatlakozunk az Eurotranszplanthoz, milyen eredményeket hoz ez, és én azt látom a transzplantációs számokból, hogy dinamikusan növekszik. Van olyan, ahol azt hiszem a duplája lett a 2 évvel ezelőttinek, vagy még annál is nagyobb számokat értünk el. Tehát azt tudom mondani, ahol van szakmai konszenzus, ahol van szakmai együttműködés, ott csodákat teszünk, és így módon több ember él egészségben, mint annak előtt. Tehát az egészségpolitika az a szakemberek együttműködésére és a konszenzusára és az elkötelezettségére épít, és én azt hiszem, hogy itt ez megvan ebben a műhelyben, és az egészségpolitika valami kicsit hozzá tudott tenni ahhoz, hogy a szabályozást úgy alakította, amelyben előre tudott lépni a szakma. Nagyon köszönöm még egyszer, és jó egészséget kívánok a kisbabának. Az egyik üzenet az, hogy a hétköznapi betegeket, akik valamilyen idegrendszeri, vagy központi idegrendszeri műtétre, vagy szülésre, vagy bármilyen oknál fogva intenzív osztályra kerülnek, ugyanezek a kollégák kezelik, akik erre képesek. Tehát ennek az esetnek a tapasztalat az ő általános tudásukat erősíti, és a betegeknek pedig azt az üzenetet küldi, hogy azok az emberek gyógyítják őket a hétköznapokban, akik erre a kivételes teljesítményre képesek. Ez az egyik. A másik. Az utánpótlás nevelés az orvostanhallgatók, rezidensek számára. Nagyon sokszor, tehát annyit panaszkodunk az egészségben, hogy elfelejtik, hogy a hétköznapi csodák ott vannak. Tehát az ilyen esetek adhatnak erőt abban, hogy valaki ezt a hivatást választja, vagy itthon marad, mert itthon is képesek vagyunk ilyen csodákra. Tehát ezek a hétköznapi gyakorlatból levezethető üzenetek voltak számomra fontosak, amikor erről az esetről hallottam. Úgyhogy köszönöm még egyszer.